Neked is hoztam ám. Szia, kicsim. Kutassál, ott tiéd. Hát te vagy egy én gyerekem. Kutassál itt a szatyorba. Hoztam neked finoman. Finomat hoztam. Jaj, de finom. Mit kaptál? Fülemüle. Mit kaptál fülnefüle? Nyuszikát kaptál? Nyuszi fül? Most ha láthattad az előbb, hogy boldog voltam. Aztán ugye mondom, hogy megálltam és megkezdtem nézni, nézzétek már, kicsit közelebb hozom a kamerát. Milyen durva, milyen, hogy tükrözi az elmúlás, nem? Hogy mennyire tényleg az elmúlásban is van szépség, nézd meg. Azért én látom benne a szépséget, hogy milyen volt, és nézd meg, hogy az élet az ennyi tulajdonképpen. Na jó, csak egy kis kitekintés, csak mondom, tök durva, hogy ez mondjuk ez a rózsa, hogy tükrözi az elmúlást. Durva, nem? Na sziasztok, voltam vásárolni, igen. Pajtásnak már odaadtam a játékot, amit kapott. Meg kapott, vettem nyuszipület szereti pajti. Ezt a nyuszipült már megette, vett belőle. Akkor a videó készül, de már mindig innen elfogy. Még van egy darab. És vettem, nem is tudom, 5 darabot volt, és egyébként 7975 forint kilója. Úgyhogy nagyon-nagyon drága. Most a Tesco-ban ez a chipszecske. Most le van akciózva a klubkártyával, csak 300 forint, azt hiszem. Igen. Darabja. Na és vettem ezt a, nem tudom ki is, mert én ezt nagyon szeretem. A tévé elé este. Vettem műszit, mert elfogyott már az előző. Most vettem a Tesco-nak a márkájából ugyanaz a fennállás, hogy csoki darabok van, amit szeretek. Mogyoró van ebbe. És várjál, ez 400 forint volt. A múltkori a márkás az meg 1000 forint volt. És ez 150 grammal nagyobb, mint az előző műzli. Vettem Kinder Buenot 2, de már az egyiket az este elfogyasztottam. Kukoricát vettem, az a Tesco-sat, a patogatukoricát, darab, 2 darabot. Na, meg vettem, képzeljétek el, akarok valami húsit sütni, és arra vettem, és nem tudom, hogy ennek milyen íze van, de szoktam néha enni, vagy csak úgy magába is, azt nem tudom, hogy te eszed-e. Szárított hagyma, akkor a húsra végén leszórni rá, isteni lesz. Vettem cheddar sajtot, ezt a reggelire, majd mutatom, majd külököm ki a videót, jó? Csak hogy értsed. Kristálycukrot vettem, ezt a Tesco-t. Tegnap a csirke mellett a Tesco-ba 1 kilót, és képzeljétek el, én hülye, kint hagytam az asztalon egész éjszakára. Már nincs szaga, háromszor átmostam, szerintem a gáz miatt volt, ugye, mert ugye, amiben ezeket tárolják, ezeket a csirke melleket, ez a doboz, nincsen kivákumozza a gáz, a minden, és szerintem azt éreztem, de picit mindig érzem, nem merem, nem tudom. De nem volt meleg az este, nem volt befűtve, de ezeknek nem kell sok, főleg a Tesco-s termékeknek, a hús olyan hamar romlik, annyira durván romlik, hogy nagyon. Igen, és vettem akkor a Tesco-s üdítőt, ebből a 2-t, én ezt nagyon szerettem, ennek nagyon jó íze van, 400 forint darabja. Ebből vettem 2-t, igen, jól látod. Nem, ez 300 forint volt most a Tesco-ba. Az olaj most Tesco-s olaj, de 300 forint, hogy nagyon ritkán találsz, vagy csak sivárban minőségűt, nem tudom. Én, nekem ez jó. Vettem az ebédhez, akarok csinálni ilyen... Vettem zöldségmixet is, igen, itt van, ezt akarom majd összekeverni vele. Így, ugye ezt ismeritek biztosan. Az a baj, hogy kivilágítja a fény, ugye? Így most jó, igen, így látjátok. Akkor ez lesz, már így össze lesz rakva, meg a csirkemell. Csak annyira félek a csirkemelltől, őszintén elmondom nektek, hogy lehet, hogy azon gondolkozom, hogy lehet, nem kéne megennem. Nem tudom. Vettem zöldségmixet, mi ez? Babot vettem, szeretem, olajon megputtatva. Kutya, voltam fresnapban, és a kutyának vettem juti palatot. Hát eszméletlen árak vannak. Hát most én lehettek mártírkodás, meg elmondhatjátok, hogy úristen. De srácok, annyi pénzt költünk a kutyáinkra, hogy mint a gyerekeinkre, mint a gyerekem lenne konkrétan. Ezt mutattam. Ja, vettem ezt, de meg akarom kóstolni ezeket a kínai
leves, dobozos, meg zacskó leveseket végig akarom kóstolni, ebből vettem kettőt. Ez 2657 forint darabja. Van ára. Na, vettem ezt a pöcsös túrót, be is rakom mindjárt hűtjen kicsit, mert megmelegedett. Ez túrógombócos túrógombóc. Túrógombóc, ja, túródi, bocsánat. Beszélni, mert már megtanulok, mi? Na. Nem tudom, hogy a tej megmaradt, mert ezt is kint hagytam. Nincsen semmi bele, teljesen jó. Be kellene fűtőbe, teljesen jó a tej is. Ja, igen, akkor tejet vettem, azt akarom mutatni neked. Vettem keményítőt, ugye liszt helyett néha szoktam ebben sűrűsíteni az adott ételemet, amit éppen szüksége, vagy igényli. Úgyhogy most ezt vettem. Akarok ettet csinálni mostanában a káposztástét, nagyon szeretem, jó borssal, sósan, imádom. Jó lepirítani a káposztát, nagyon jó. Én imádom. Ja, vettem, akkor most ugye, kérdezzek, elkezdtem rászokni ezek a dobozos üzékre, és néha úgy érzem, hogy van egy ilyen indítatásom, hogy bemegyek a hűtőbe, kiveszem, mert ezek olyan jó, hogy el vagy, lerakol, utána mész, eliszogatod, nem kell mosogatni. De most nagyon ráálltam erre a doboz, fémes dolgokra. Na, ez 200 forint, a hely is 200 forint volt. Ja, amit nagyon szeretek, és 850 forint darabja, de nagyon szeretem. Olyan finom ezek az a, meg amilyen csokival van csinálva, annyira jól néz, annyira finom, és jó illata van. Hú, nagyon baba. Na, írjunk meg a Top Joy-t, nézzük meg, teszel szereted a Top Joy-t. Képzeljétek el, hogy volt egy exem, aki állandóan húzogatta ezeket, minden egyes boltba mentünk be, gyűjtögette a kupakot is, meg úgy mondom neked, hogy, hogy mindig ebből, amit a ilyen jóslást csinálnám, hogy a Top Joy megmondja, mi a valóság. Nagyon durva. A kedvesség ingyen van, azt írja. Mondjuk az igen. Na, kóstolok meg, mi ez? Erdély gyümölcs. Nem tudom. Ugye beszakom az üveget, annyira finom. Jó, semmi baj nincs vele. Én nem elszoktam inni, hanem a kaktuszt, de megkóstoltam most ezt is. Ja, tesztó a paradicsom le volt árazva most, mondom neked fél kiló, 350 forint, ez a szilva, nagyon szilva paradicsom, és tényleg szilva alatt van egyébként, nagyon finom, nagyon szeretem. Ja, mindent mutattam már, igaz? Ja, ezt a pennybe vettem. Egyik nap úgy éreztem, mert nem tudom, hogy te neked volt-e már ilyened. Annyira, lehet, hogy azért, mert nem ettem, de olyan szinten éreztem, beszédültem, berosszultam, leesett a cukrom. Gyorsan be kellett mennem valami édeset venni, mert szédültem, minden baj. Nem ettem aznap, szerintem az volt a baj. Úgyhogy mutattam mindent. Igen, mindent mutattam, úgyhogy most ennyi volt a vásárlást a héten. De most akkor elkezdünk mindjárt főzni, csak leviszem partit sétálni. Egyébként srácok, nagyon tetszik ez a szórólapozás, el lehet is. Ugye az van, hogy a napi 1250-et ki kell szórni. És én most, hogy így kezdtem első napomon, 1100-at szórtam ki. Jó, mondjuk szerencsém volt, el kell mondjam nektek, mert nagyon sok háza beengedtek, becsöngettem, rendesek voltak, vagy odaszaladtam, amikor láttam, hogy megy oda, vagy láttam, hogy jönne a lift a izéből, az így kukucskáltam, tudod? Úgyhogy na, el vagyok vele, érted? Most akkor a tanulást is estén fogom elvégezni, így van munkám is, tudok tanulni is, a videót is tudom csinálni, úgyhogy így megyünk előre ebben az évben. Pajtikámat mutatom nektek. Ott van, láthatod, csak felmosó fa, igen, mert megyünk el sétálni, aztán előtte felmosok. Úgyhogy... Szóval most így elköszönünk, nagyon szépen köszönöm, hogy nézzetek a videóimat, vagy kedvelitek, vagy kommenteltek. Most el kell menni... kutyával sétálni, ezt meg ki kell dobni, véget ér, sajnos elhárva volt. Sziasztok!